Hello, Tóth Dani vagyok, filmkészítő. A filmkészítő szó magyarul szerintem nem helyes. Az angol filmmaker szóból fordítottam le. Az az ember, aki filmeket csinál, több a videóstól, de nem hollywoodi filmrendező. Azt a megbízást kaptam a kalohírek.hu-tól, hogy a 10. születésnapjukra készítsek egy dokumentumfilmet róluk. Milyen durva, az ember megbízást kap egy weboldaltól. Ezt azért nehéz lett volna elképzelni, még akár 10 évvel ezelőtt is. Szóval az ötlet az volt, hogy egy asztal köré leültetek 6 kalohírekes újságírót, és azok majd szépen elbeszélgetnek az előre megadott témákról. Én meg ezt majd utána jól összevágom. Nem bonyolult. Fejlesztések, statisztika, értékesítés. Meg kell mutatni az oldalt az elejétől a végig, mindenestől eladni magát az egész csapatot és az egész dolognak egyébként. De nem veszitek észre egyébként? Nem veszitek észre? Feri, nem egyedül kell adnunk. Jó, nem. Rendben van, csak nem veszitek észre, hogy éppen ezzel adjuk el magunkat? Hogy mások vagyunk, hogy nem vagyunk egy síkon, és nem ilyen hétköznapi általat föl, hogy hol vagyunk ott, meg milyen karitatív tevékenységet, ez ilyen direktben mondod az olvasónak, rohadtul nem fogja érdekelni. Nem, egy picit próbálnám terelni. De én honnan mondjam el, ha én nem voltam ebbe benne? Akkor kedves Edith, kezd el, és van erre 3 percet. Csak hogy ennek nem ez a lényege. Ez egy kerekasztal beszélgetés. De hát ezt mondod, hogy kontra, plusz. Ez egy nem egy választási vita. Ez nem egy választási vita. Tehát ezt valahol gondolom egy országos orgánumnál, vagy valami nem kellett. Éves dokumentumfilm kudarcba fulladt. Ez van, amikor 6 teljesen különböző embert leültetsz egy asztalhoz, akik tudnak és szeretnek is beszélni. Most megkezdhetek mindent a nulláról. Úgy, ahogy ezt a kalohírekesek tették a kezdetekkor. Első lépések. 10 évvel ezelőtt ugye az internet az rohamosan fejlődött, terjedt, és Kalocsán még nem volt ilyen jellegű médium. Kellett szerintem egy hírportál. Ki kellett találni, hogy nézzen ki az oldal. Kellett hozzá egy háttér, logót kellett gyártani, domaint kellett foglalni, minden, ami ehhez kapcsolódott. Csapatot kellett építeni, újságírókat beszervezni, grafikai munkákra, fotóra, hogy az úgy is nézzen ki, hogy a szép és esztétikus legyen, ne csak jól működjön, hanem a külcsény is jól legyen. Nagy munka volt elindítani ezt az egészet? Összetenni? Nagy, igen. Hát előtte, amikor még a teszt oldal működik, már azt is megtartott, hiszen megtöltött tartalommal, mert nem úgy indulsz, hogy van fönn egy cikked, hanem mire az olvasó először meglátja azt az oldalt, addigra már 20 vagy 30 anyag is fönn van, tehát tudjon visszaböngészni, lássa, hogy az egész oldal hogy néz ki, mit hol talál. Úgyhogy sok munka volt, sok volt a tesztelés, sok volt a vita, vagy az egymásnak esés, ugye, hogy nem egyszerű azért. Tehát amikor azt gondolja az egyik, hogy milyen könnyű ezt és feltölteni, megcsinálni, és akkor olyankor jönnek ki a hibák, akkor azokat javítgatni, úgyhogy nem volt egyszerű. Oké, megvan az oldal, a logó, a domain, de mégiscsak a legfontosabb kellék az újságíró. Az emberek véleményét és az újságírásodat, és az újságírásodról alkotott véleményt mennyire befolyásolja a te külsőt? Mit gondolsz erre? Hát ez nyilván egy tehertétel vagy egy nehézség az ügyben, de én azt gondolom, hogy elég kisváros vagyunk ahhoz, hogy az emberek akár csak néhány írásomat elolvassák, akkor tudják, hogy most én milyen ember vagyok. Most nem akarom azt mondani, hogy jó vagy rossz, vagy mit tudom én, de nem fognak annak alapján megítélni, hogy most akkor ilyen hosszú haja, vagy szakállas, vagy mit tudom én, vagy szakadt nadrágba jár. Ez pont nem szakadt, nézd a, hogy felöltöztem az ügyhöz. Ugye az elsők között végeztem akkor az egyetemen, mikor alapították ezt a szakot. Nagyon változott a világ, de egy valamiben nem.
Nevezetesen azt mondta akkor a professzor, aki ott az első ilyen média órát tartotta, három szabályt mondott, ebből kettő publikus, a harmadik nem. Az egyik az az volt, hogy aki erre a pályára téved, ez olyan, mint a színészi pálya, az egy kicsit bolondos, egy kicsit más, másként nézi a világba, érzékenyebb ember a közélet dolga iránt, és ezt a egymás hülyeségét próbáljuk elviselni. Tehát tekintsük úgy, hogy te olyan vagy, mint én, de egy kicsit ezt toleráljuk, mert hogy azonosan mi soha nem fogunk látni dolgokat, beszélni, de ezt inkább erősítsük meg, tiszteljük egymást, mint sem, hogy kontrázzuk. A másik, ezt inkább tréfásan mondta, hogy nem az a cikk éri a legtöbbet, amit megírunk. Nem tudom, hogy ezt külön gondolom, nem kell magyaráznom. A harmadik, az pedig hát a női nemmel, a női riportalanyokkal volt kapcsolatban, úgyhogy ezt ezért nem publikus. Élőben vagyunk, Fecokám, kalóhíreknek. Hát a kalóhírek ilyenkor szokás szerint ugye munka közben egy csapatképet, egy beintést azért szeretnék elkapni, mert amikor majd az emlékirataimat rendezgetem, akkor látom azt, hogy ezen a pályán 40 éve is játszottam már, ismerős a környezet, úgyhogy egy sorsdöntő presztízs meccs előtt vagyunk, mert Kecelen győzni mindig bosszantó, úgyhogy remélem, hogy ma is nyerni fog a csapat. Valószínűleg az ilyen szabályoktól és egyéniségektől színes ez a világ, és a történetektől, amiket ezek az emberek megírnak. Mi a feladata az újságírónak egy ilyen kidőlt fával? Hát, megírni a tényeket. Hát, ha meg lehet próbálni, akkor érzelmek nélkül. De hát én azt hiszem, hogy itt kell írni egy publicisztikát is róla, mert én nekem az a legnagyobb probléma ezzel, hogy még ha meg is kell történnie, én úgy gondolom, hogy nem így kellett volna megtörténni, hogy még egy újságíró is a Facebookról tudja meg, hogy most döntik a fát, ki szaladjon, vagy hogy szaladjon, vagy mi legyen. Ez szerintem így erős. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy ha ezt nekem csak egy két hét előre megmondták volna, akkor én a tegnap előtti napra, milyen nap volt az? Hát arra pont nem, mert én se értem rá. Hát nem is tudom a héten, mikor tudtuk volna meg. Tehát, hogyha rá meg tudtuk volna őket győzni, hogy még egy hetet várjanak, akkor erre a hétvégére 5000 embert biztos, hogy idehozok ennek a fának a búcsúztatására. Van egy vereség, egy vesztes meccs, és a sportújságírónak írni kell valamit holnap után. Hogy állsz neki? Hát általában mindig az igazat kellene írni, de bizonyára, akik engem ismernek, én is azért egy kicsit olyan vérmérsékletű vagyok, hogyha győzünk, akkor nagyon túl tudom dramatizálni, de ha kikapunk, akkor meg azért bántom őket, és ezt már megjegyezték azok, akik ugye nőneműek voltak, akár a főszerkesztő asszonyunk, az Ágnes, hogy lehet az, hogy múlt héten annyira dicsérted őket, meg az egekbe voltak, most pedig akkor, ahogy a mai fiatalok mondanák, mondjuk nem én mondta, hogy akkor aláztad őket. Amiről nem szívesen írnék, és nem is próbálkoztam meg, az egy személyiségnek a nemi identitása. Tehát a nemi orientáció, az úgy gondolom, sokan operálnak ezzel, hozzáteszem, ez ugyanolyan, mint a politikai világnézet. Tehát az, hogy valaki most jobboldali, baloldali, vagy a milyen a nemi orientációja, én ebben a kérdésben nem is kérdezném meg. Tehát én ilyen értelemben, ha úgy tetszik, egy kicsit azt vallom, hogy vannak a privátszférának olyan határai, amit soha nem szabad még egy újságírónak sem átlépnie. Alázás, publicisztika, nem identitás? Érdekes dolgok. De azért ezt az egészet el is kell adni valakinek. Be kell mutatni azt, hogy ez a fajta online hirdetési struktúra, ez mit tud. És ez már nem a jövő, hanem a jelen, csak viszonylagosan kevesen próbálták ezt még ki. Ami az egészben a jó, hogy sokkal szélesebb spektrumon meg tudjuk vizuálisan meg tudjuk mutatni, le tudjuk írni. Nagyon-nagyon sokan járkálnak, több ezren napi szinten az oldalainkon, Facebookon is több, mint a kék nagy közösségi portálon, több mint 9000-en vagyunk, rohanunk a 10000 felé. És egy-egy ilyen anyagot, tehát azt mondom, hogy két hét alatt 70-80 ezer emberhez el tudunk juttatni, ami egy oltári nagy szám. Nyilván a vállalkozók megszokták azt, hogy mit mondjuk nyomtatottba hirdetnek, mert mit tudom én, már 10 éve is jó volt,
Igaz, hogy most már nem, mert sokkal költségesebb, mert a nyomdai munkát, papírt, mindent ki kell fizetni. Mi egyébként ebben egy teljesen új vonalat, totálisan új vonalat képviselünk. Mi egy összvéd vagyunk ebből a szempontból, minden belénk van foglalva, mind videóval, tehát mint egy tévé, mind hanggal, mint egy rádió, és mind írással, mint egy nyomtatott sajtó, be tudjuk mutatni az ő vállalkozását, mit csinál, miben jó, mit szeretne, stb. Tehát mi mindent egybefoglalunk, magunkba olvasztunk, és szerintem ez ezért nagyon egyedi, és ezért is nagyon sikeres. És akiről eddig még nem esett szó, az olvasó. Kedves olvasó, köszönjük, hogy elolvastad azt a 24 ezer hírt, megnézted azt a 80 ezer képet, és lejátszottad azt a több száz videót, amit neked készítettünk 10 éven keresztül, nap mint nap. Köszönjük, hogy velünk voltál. Kalóhírek.